A Promobox babacsomagok ismerősek lehetnek azoknak az anyukáknak, akik kisgyereket nevelnek. A hasznos dolgokat tartalmazó dobozokat az édesanyák a babák világra jövetele után kapják meg az ország minden kórházában. Csütörtökön a Magyar Termék Védjeggyel ellátott termékekkel kiegészített csomagokat kapott a Markhot Ferenc Oktatókórház újszülött osztálya egy országos sorozat részeként Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott Eger és térsége országgyűlési képviselőjének javaslatára. Az egyik célja az, hogy a magyar családokhoz eljutassunk kiváló magyar termékvédjeggyel ellátott magyar termékeket, ezzel is felhívva a figyelmet arra, hogy miért fontos magyar terméket vásárolni, fogyasztani. A munkahelyek, magyar munkahelyek teremtése, a környezetvédelem, illetve a kiváló magyar termékeknek a vásárlása nagyon fontos. Mindezek mellett a kezdeményezés másik célja a segítségnyújtás és az összefogás. A csomag tájékoztató füzeteket, papírárukat, tisztítószereket, higiéniai termékeket, bőrápolókat és tartós élelmiszereket tartalmaz. Ezeket az ajándékokat a kórháznak és az édesanyáknak szentek. A kórház főigazgatója azt mondta, számukra nagyon hasznos ez a felajánlás. Mi mindegy egyes terméknek meg fogjuk találni a felhasználási helyét. Egy része marad itt az újszülött osztályon, egy részét átviszünk másik osztályokra, és így a napi működésben nekünk ez természetesen segítséget fog jelenteni. A 800 ezer forint értékű felajánlásból a kórház mellett a családok átmeneti otthona is részesült. A 38 férőhelyes intézmény nagyrészt teltházzal működik. Nagyon nagy segítséget nyújt a családoknak, így karácsony előtt decemberben óriási segítség a nagyobb megnövekedett kiadásaik mellett ezek az adományok. A hasznos holmiknak a családok átmeneti otthonában élő gyerekek is örültek.